Az év zenésze évtizedek óta ott ül a zenekarban az első sorban. Én klarnétozok. Természetesen a kezdeti időkben minden nap gyakorlás volt. Immáron most már lassan 20 éve van a kezemben a hangszer. Mostanában sajnos se az időm, se energiám nem engedi már, hogy minden nap kézbe vegyem a hangszert, de nyilvánvaló, hogy nagyon sok gyakorlás is szükséges ehhez. Én teszem a dolgomat, és úgy tűnik, hogy jól csinálom, ezt elismerik a kollégák, és nekem ez a legfontosabb. A kötelezettségek azok, hogy minden próbán itt kell lenni, jól kell teljesíteni, jól kell fújni, és én ennyit tettem csak az ügy érdekében, és ezt a kollégák elismerik. Az együttes egyik karmestere szerint is jó helyre került a díj. Az évzenésze mindig a Tatabányi Fúvózenekar, mondhatni, legjobb muzsikusa. Ez egy sok összetevős dolog. Mindenképpen a közösségi munka is a szakmai mellett hozzátartozik az évzenész díjhoz. Én azt gondolom, hogy ebben az évben a Péter, mivel már másodszor kapta meg példamutató hozzáállásával a zenekari munkához, egy úttörő ebben a tekintetben. Szakmailag én úgy hiszem, hogy évek óta, de most már évtizedek óta kiemelkedő húzó ereje a zenekarnak, és hát itt még egyszer mondom, nem mellesleg a közösségi életben is nagyon komolyan kiveszi a szerepét. Németh Péternek van még egy plusz funkciója is, ő a zenekart működtető alapítvány elnöke. Én vagyok a zenekart működtető alapítványnak az elnöke. Igazából én úgymond a zenekar pénzügyi részéért vagyok felelős. Én szoktam mondjuk úgy, hogy a számlákat aláírni. Egy jó elnök pedig élen jár a szponzorok felkutatásában is. Elsődleges szponzorunk természetesen az önkormányzat, a város maga. Nagyon kevés most úgymond a civil szponzorunk. Alapvetően úgy veszük észre, hogy a vállalkozások annyira nem érdeklődnek a zenekar szponzorálása iránt, de nyilván ezen szeretnénk javítani, és a vállalkozásokat is várjuk, hogyha esetlegesen látnak bennünk reklámértéket, akkor keressenek meg minket.